Na, jután sziasztok fiúk, lányok, Delen csatornáján vagytok, üdvözlök mindenkit. Először is köszönöm a feliratkozásokat és a lájkokat. Másodszorban a mai videó tárgya egy BlueStacks nevű program, nem tudom ki ismeri, ki nem ismeri. Szokták volt mondani, hogy újszülöttnek minden vicc új. A rövid sztori az annyi, miközben indítok egy bartost. Úgy bizony, de. Jaj. Hát itt az a lényeg, hogy minden értelmetlenebb és egészségtelen dolgokat kell megennünk, és ott megy le jobb baloldalt egy időnk. Szóval, amit elkezdtem mondani, az az, hogy takarítottam a gépem, és Android PC-s emulációs programot töröltem. Nem mondom, megnézem a legújabb verziót, mert már működőképes volt a régi is, de a legkisebb játék is akadt, és ilyen kis szar, egyszerű flash szintű játékok is akadtak rajta. És felraktam a legújabbat, hát igen, ha online vagytok, jönnek a reklámok, ugyanúgy, ahogy telefonnál ész nélkül, gondolom ezt mindenki ismeri, na de ebből a játékból elég is. És bizony azt tapasztaltam, hogy kegyetlenül megoldották a dolgokat, teljesen ugyanúgy működik ez a program, mint hogyha a telefonotok lenne, csak éppen monitoron, és ugye Windows alatt emulálja az Androidot, mint a rendszert, és azon belül mindent, szóval... A legszebb dolog az benne, hogyha adtok hozzá ugyanúgy fiókot, mint a telefonon, akkor ugyanúgy Google Play-ra bármilyen ingyenes játékot le tudtok tölteni, azzal tudtok játszani PC-s környezetben, nem utolsó sorban. Ugyanúgy látjátok ott a kommenteléseket, a véleményeket, teljesen ugyanúgy a Google Play teljesen bele van építve. Nem egyszerű, hogy ezt végre összehozták, én ezt már egy éve is nagyon vártam, hogy mikor jutunk el arra a szintre, hogy egy csomó ingyenes kis egyszerű, oppá, szarjátékkal tudunk... Jaj! Figyeltétek? Még ugrott egyet. Úgyhogy, hát ez most béna volt. Bírom, hogy a kettőben ilyen nagyon érdekesen meg vannak oldva a dolgok, hogy... Íf! Ja, minden repül a képernyő felé, plusz mutatja a görjönbe madarakat, plusz a fosós disznócskákat, zombi disznókat, vagy nem tudom ezek mik. Na, még ennyit durrantunk. Ugye ez is ugyanazon az elven működik, de hát ez a második, ezt nem tudom, PC-re ingyenes ez a verzió, hogy letölthető valahonnan, de Android-os simán is, rengeteg más játék, Pencevér, Zombies 1-2, stb. A eredetileg szerintem pénz a lóvés történet. No de. Ennyit ebből elég. Láthatok egy játékot, és megmutatom, hogy körülbelül hogy működik az egész maga. Jó. Hát igen, ezek a jutalmak, amiket ugye pontoz, meg ízél. Jó, most akkor ezt megnézzük. Köszönjük. Hát ugye az újabb gyilokmadár. Rendben. Ezt viszont már nem indítjuk el. Jó, még ezt elindítjuk. Már nem Angry Birds bemutatót akartam csinálni. Angry Birds 2 bemutatót, csak hát így jött össze a dolog. Na, még egyet zúzunk gyorsban. Úgyis ezek nagyon könnyű pályák itt meg az elején. És még belassult, na látszás. Nagyon kalmas. Nyilván sokkal jobb, mint az első rész, hogy csomó minden újdonság van benne. Ó, és tovább kell menni. Érdekes. Érdekes. Meg az is az a... Most hogy az aljára kell lőni? Nem tudom. Jó. Oké, cseréltünk. Hát az aljára, ja. Adott a TNT. Megdön az egész valami. Leesnek. Hát az is kivézés, ha ki leesnek. Jó. Rendben. Na jó, de tényleg nem ezt akarom, most nem minden next. Aztán kilépünk. Ugye látjátok, ugyanúgy, ugyanazok a gombok vannak szinte. Köszönjük a lehetőséget. És akkor ami ugye rámentek a játékokra, ezt telepíteni kell ugyanúgy bele az alkalmazások közé. Ugye látszik, hogy kik vagytok, mik vagytok, hol vagytok. És itt ha rányomtok, akkor ami nekem nagyon-nagyon tetszett, ugye üzenetetek ezzel minden, az ismerős haverok, stb. Itt ha rámentek, hogy saját játékok, ugye vannak a legutóbbi játékok, amikkel legutoljára játszottál. Ugye ugyanúgy a 3D-s játékok is mennek, egyedül egy hátránya van ennek az egésznek, ami nem fektetett játék, hanem állítva tartod a telefont, amikor játszol, ezt összenyomja és kinyomja jobb szélre. Ezt remélem később majd orvosolják, inkább úgy, hogy legyen megnyújtva, és két oldalt legyen fekete, akár inkább úgy jobban jár az ember. Ugye
Itt látjátok azokat, amiket én utoljára játszottam, és amiket telepítettem eddig. És itt a minden játékomban viszont le lehet jönni teljesen, és amit idáig Androidon játszottatok valaha, és telepítettetek, az minden megtalálható. És nyilván ugye mutatja, hogy nincsenek telepítve ezek most jelenleg, de ami esetleg tetszik, hát mondjuk mit nyomjak meg, ami mondjuk még nem is bugos. Fogalmam nincs, hallod, ez lehet, hogy jó, megnézzük. Nem, látjátok, ez állított, úgyhogy ez nekünk most nem igazán a felvétel szempontjából előnyös. Ez a motoros. Ilyen tron, hát ez lehet, hogy... Hát ez csak hosszított, gondolom. Csak hogy megmutassam nektek, hogy itt ugye, ha lejjebb jöttök, itt vannak, hogy ki milyen értékes, meg a kommentek, de nem akarok bele, mert ott vannak fotók, teljes nevek, nem hiányzik, hogy valaki felnyomja a vidit. Hát ennyi le is töltöttem, mert hát ez egy párvágás dolog lehet. Lehet, hogy egy nagy szarfos lesz, úgyhogy... Na? Na? Igen, a töltési idő néha, meg előfordul inkompatibilitás, azt nem mondom, hogy nem. De általában ritka. Na, most ez mi? Jó, akkor köszönjük a lehetőséget. Valamiért látjátok, az nem működött. Jó, de megmutathatom ezt is végül is. Ezzel látjátok, hogy mi, ezt ugyanúgy szedtem le. Szerintem nagyon sokan ismeritek ezt a játék, ezeket a játékokat. Ez nagyon nagy volt, ezt nagyon sokat toltam. Itt ugye a reklámokkal nem tudtok mit csinálni. Itt ugye lehet úgy csinálni, hogy az egérre nyomjátok a gázt meg a féket. Ugye ez a játéknak az eszenciája, bizonyos idő után át kell érnünk, és akkor fejleszgetnünk a gépet, meg minden, az igazi időrablós, amikor a buszon vagy, vagy mit tudom, akárhol, és unalom van, akkor előveszed és nyomod ész nélkül, és akkor fogy a menzen, és akkor ez az egyik kedvenc játék, ezt nagyon sokat toltam, már mondjuk nem tudom, hogy mi döglött. Utóbb a szalkalmazás nem válaszol, de is fogyott, várakozás. Szóval még ez is, még a hibákat is ugyanúgy nyomja ki, mint egy tercsi. Na jó, ez így egynek jó volt. Mit mutassak még meg? A mortárt is megmutathatnám, de a mortárnak olyan szintű töltési ideje van, és az a gond, hogy külön rögzítem most a hangom, és nincs kedvem vagdalni egy órát. Egy 10 perces videó miatt. Valamit még azért csak keresek. Ugye itt voltam utoljára, ez egy fos volt, vagyis hát legalábbis inkompatibilis a PC-s verzióval. Tehát most a Plants vs. Zombit, az most nem. Focisból nagyon jók vannak egyébként. Nézzük a Real Football, meg kosaras, csak hát mondom, ami állított képernyős, az buk volt, és azt hiszem ez is az. Az is az, ugye sok állított képernyős van. Stuntmania. 3B. Megnézzük, hát ha. Jaj. Csak képeket akarom megnézni, csak ha. Aha! Na, ez még talán jó is lehet. Ezt valamikor telepítettem még 1542-be. Ott is 32 mega. Ja, még egy hátvétője van egyébként, hogy duplán tárolja a dolgokat, és mondjuk egy másfél gigás Mortal 10-nél eléggé erőteljes helyet foglal el, ha azt vesszük, úgyhogy ez a része egy kicsit necces. Hát ilyenkor ugye automatikusan csatlakozik, ha online vagytok, de egyébként ilyenkor ugyanúgy engedélyt kér, mint a telefonnál. Azért arra azért nem árt odafigyelni, hogyha online vagytok, mint a telefonnál, tele bassza a reklámmal, de olyan szinten tele nyomja, hogy borzalmas, kemény reklámhegyek jönnek be, néha még egy képváltásnál is felugrik valami elég pofátlanul. Mondjuk a mestörnek a játékánál, ott szinte minden képváltásnál jön egy reklám. Olyan idegesítő, hogy valami katasztrofális. Na, közben... Jaj, mit csináltam? Valamit megnyomtam, basszus. Aha, jó. Visszabírtam lépni. Ja, most tölt. Oké. Okay. Igen, még nem teljesen tudom én sem kezelni egyébként ezt a dolgot. Jaj, jaj. Ó,
alkalmazás, nem másról szeretném, hogy iPhone-os persze, hogy tolsz mérőkája, hát hogy rácsesztem. Jó. Megint csak ezekről beszéltem, ezek a reklámok, hát ez sajnos, hogy ilyen. Az Options-be viszont, ha létezik, ó, az Options-en belül még egy reklám. Lássuk. Ó, micsoda grafika van, de szar. Na jó, hát igen, jó, telóra. Vannak ezek igazából, de hát vannak nyilván jobb játékok is, amik ingyenesek. Én mindenképpen azt mondom, hogy te srácok, és majd a végén lesz a Martából, majd bevágok egy részt. Én mindenképp azt mondom nektek, srácok, hogy ja, látjátok, itt például úgy van megoldva, most annyira elnézem, hogy klubval is megy, nem. Eddig nem csinálta ezeket a dolgokat amúgy, hogy fagyott, meg mit tudom is én. Na igen, ez is egy olyan verzió, hogy ilyenkor az egérrel tudjátok nyomni a különböző szitukat. Ez érdekes lesz, ezt már most látom, bazd meg. Hopp! Jajjaj! Né! Bazd meg! De zsír voltam! Hát még egy reklám? Na ez a pofátlan verzió, ezek a pofátlan gagyi szarok. Még nem jöttem rá, hogy hogy lehet letörölni ezeket, majd kiiszelem őket. És akkor a végére mutatok egy Mortál bunyót. Sajnos ez is érdekes dolog, mert elindítjátok a Mortált, és akkor elkezd tölteni, letölti a kis 1600 megáját, nem is értem, kicsit soknak találom, és utána letöltötte, akkor még többet tölt, szóval egy ilyen 5-6 percet tölt valamiért, pedig a gépem nagyon szombos, nem tudom, mik helyre rakja a fájlokat, és ez további minden indításnál ennyit tölt valami miatt, és az elején az kegyetlenül jól indult a dolognak, egyből ez a Scorpion, az kivégzés, meg volt a hangulat, utána beadogott ilyen kártyajátékokat, meg ilyen hármas boxokat, ami szerintem nem is értem a logikát, elég nevetségesnek tűnik. És utána nem bírtak visszalépni, hogy én csak verekedni akarok, meg hát azért ingyenes játékként ők se hülyék, meg egyfolytában dobálja a kártyákat a pofánba, hogy akkor vedd meg ezt, meg azt, meg azt. Na jó, hát az átvezet valami az nem érdekel minket. Na itt tölt egy húzamosabb ideig, addig jön srácok, egy kis pauz. Na, hát meg is érkeztem. Jó 4 perces töltés idő után, és itt lehet, hogy én nem tudom jól kezelni, mert ugye én most itt egérre a gépről tolom, de itt egy-két variálási lehetőség van, aztán nyomsz egy fight gombot, és megint jön egy kis töltés. Nem tudom, hogy mi az Isten haragját tölt ennyit, mert azért annyira nem néz ki jól. És ez számomra horribilisnek tűnik, de lehet, hogy azért, mert PC-en horribilis, de a telefonon is azért 4 percig tölteni pályát, hát nem tudom, na mindegy. És úgy néz ki, hogy ez megint lehet, hogy húzalmasabb ideig fog tölteni, ez már elvileg gyorsabban be szokott tölteni. Fantasztik. Ezért nem akartam ezt belerakni, csak hogy, na, jó, oké, betöltött. Na hát, nagyon sokra nem kell számítani. Itt ugye lehet a karaktereket cserélgetni, ahogy végighúzzátok az ujjatokat, de ez is limites, szóval nem össze-vissza lehet. Hát én most ugye egérrel tolom, teló nyilván az ujjával bugyergálja az ember a dolgokon. És érdekes, mert úgy van megoldva, hogy szinte a görgőnek a tekerésével, meg a kattintgatással megy ez a dolog. Hát nyilván ez nem olyan, mint a rendes játék. Sem grafikailag, sem hangulatügyileg. Hát ezeket hamar kiixelem. Puff, pif. És akkor itt ugye újra kártyákat adogat. Nekem furcsa volt, hogy ez hogy lehet ingyenes igazából. Kedvenc karakterem egyébként ő. Homár így bekerült a képbe. Ugye itt a speciális támadások, ugye egyre több mindent tudunk majd mozogni benne. És ugye jön egy újabb karakter történet, és akkor meg kell fordítani a kártyát, és itt eljutottam egy olyan cuccra,
ugye egy speciális támadás, és akkor USE upgrade. És itt nem nagyon, én legalábbis nem jöttem rá, mert ugye ott van fölül a back gomb, de én akármit nyomtam idáig, rögtön kilépett a játékból. Ugye ott már ugye az aranyok előjönnek. Nyilván nem érdeke azért a Mortal készítő bagányzsnak sem az, hogy ingyenesen adagassanak ki. De nyilván nem is olyan, hogy verekszel benne orba szájba. Az elején megvan a hangulat, sőt a Scorpionsos kivégzés is ott van. Ugye hát ezek már más karakterek. Váltunk a Choice-ra. Lehet, hogy a kattingatás kicsit hangos, srácok, úgy nagyon, nem tudom. És akkor a kártyákkal gondolom tudjuk variálni a mozdulatsorokat, meg speciális támadásokat tudunk végrehajtani. Eléggé pancserba nyomják a trémát, hogy egyet se ütnek. Hát ezért kipróbálni ki lehet, srácok, hogyha arra van szó. És így jutottam el odáig, azt hiszem. Jó, tovább vittem még itt a dolgokat. De el fog jutni előbb-utóbb odáig, hogy nem tudsz mit csinálni, és... az a torony le van nyomva. És már store. Már bazd meg. Szerintem így jutottam, valami olyan szitúra jutottam a végén. Hát nyilván ezt veszem meg, mert most kaptam annyit. És ez ilyen kártyaszerű valami csoda. Scorpion, hozzáadjuk a kollekcióhoz. Jó. Oké. Ott volt valami, nem tudom mi volt. És akkor test your luck. Egy speciális támadás. És ezek voltak a további dolgok. Aha. A collection, jó. Most érdem. De miért nem tudom, miért nem írja be? Ja, mert igen, úgy van, hogy... Nem, bazd meg, nem bírok... Jaj, ne! Ajaj. És belementem magába az emulátornak a... Miért nem tudok írni? Na, ez egy nagy gáz itt viszont. Három karakternek lenni kell. Na, de hogy fog, hogy a picsába fog be? Mert itt előszokott jönni egy olyan dolog, hogy... Ne már, baszod! Miért kell, amikor... Hát ezt most nem is értem, komolyan. Basszus kulcs. És próbálok mindent nyomkodni ezt nélkül. Na, ez nem... Nem reagál, szart se reagál igazából. Na jó, hát akkor a Mortalról ennyit. Ugye itt jönnek a hátulütők, hogy nem minden kompatibilis a PC-s versionnel. És itt én hiába nyomok bármit, ez nem is... Op-op. Most kisléptem belőle, véletlen a törlés gomba. Na, jó van srácok, így is túl hosszúra sikerült ez a videó. Ugye nem tudom, mi a faszért kért ott én tőlem nevet, na mindegy. Még a izért kontrollvét lehet ott volna próbálni, csak hát ugye ez egy teljes más rendszer, ez ugye a Windows-on belül egy olkülümözés, úgyhogy egy emulátor. Úgyhogy ha tetszett a videó, vagy mondott újat, mondom, nekem ez teljesen új volt, le voltam maradva ebből a szempontból, akkor dobjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek infót kapni, hogy mikor teszek fel új videókat, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra. További kellemes napot nektek! Szerintem ez mindenképp próbát megér, aki esetleg ugyanígy le van maradva és PC-n szeretné tolni a kedvenc androidos játékait. Úgyhogy ennyi. További kellemes napot nektek. Deden voltam. Sziasztok!